Iskolabuszokkal segíti a diákok iskolába járását a Rákóczi Szövetség. 16 buszt állítanak forgalomba a felvidéki szórványterületen. Ezzel is szeretnék támogatni, hogy a szülők magyar iskolát válasszanak gyerekeiknek Szlovákiában is. Jöjjenek a részletek Barna vendégétől. Köszönöm szépen, Csáki Csongor a vendégem, a Rákóczi Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szeptembertől indul, idén szeptembertől ez a program. Hogy fog kinézni? Több településen összegyűjtik a kis iskolásokat, és együtt viszik őket a iskolába? A Rákóczi Szövetség nagyon régóta próbál tenni egy nagy összefogás keretében. Sokat beszélgettünk már ketten itt ebben a stúdióban. Hogy ugye minél több magyar kisgyermek eljusson a magyar iskolába, hiszen ha valaki oda belép, akkor onnét egészen biztosan egy magyar felnőtt fog majd kilépni néhány év múlva. És mi azt vizsgáltuk a felvidéken, hogy hol vannak olyan települések, hol vannak olyan iskolák, elsősorban a szórványban és a nyelvhatár mentén, ahol nehézséget okoz a magyar iskolák megközelítése, ahol adott esetben egy-egy iskolát olyan települések vesznek körül, ahol nincs magyar iskola, nincs magyar óvoda, viszont vannak magyar családok. És hát egy nehéz elemzés következett ezután, hiszen meg kellett jelölnünk azokat a településeket, azokat az iskolákat, ahová megpróbáltunk iskolabuszokat rendelni. Itt elsősorban a helyi partnereink, a helyi oktatási szakembereknek a véleményére alapoztunk, illetve azokra a statisztikákra, amelyek rendelkeznek. És itt különösen figyelembe vettük azt, hogy hol volt a legnagyobb csökkenés az elmúlt években, hol láttuk azt, hogy szükséges az iskolák megerősítése. És hát a magyar kormány bizalmával és támogatásával a Rákóczi Szövetség elindíthat egy olyan programot idén szeptembertől, ami azt jelenti, hogy 15 iskolához, ezek az iskolák gyakorlatilag Somorja, tehát Nyugat és Kelet között, Somorja és Nagykapos között helyezkednek el. Van köztük városi iskola, van köztük kisebb települési iskola, és hát abban bízunk, hogy ez a 16 iskolabusz, amelyek között vannak 9 fősek, vannak 23 fős buszok, ezek legalább 250 elsőst, illetve olyan gyermeket tudnak majd eljuttatni az iskolákba, akik még alsó tagozatosok, vagyis a szülők adott esetben kevésbé merik őket elengedni egy kassa külvárosi lakótelepről a belvárosi magyar iskolába, illetve hát segít abban, hogy akár 10-15-20 kilométerről ezek a gyermekek magyar iskolások lehessenek, és hát reméljük, hogy ezáltal is növelhető lesz a felvidéki magyar iskolások száma. Az kimutatható, nyomon követhető, hogy azzal, hogy megkönnyítik, segítik a kisdiákok eljutását az oktatási intézménybe, a magyar szülők magyar iskolába járatják a gyerekeiket? Ez egy nagy kérdés, és igazából ugye most vagyunk a kampánynak a kellős közepén, hiszen a szülőknek majd áprilisban kell dönteniük a felvidéken arról, hogy melyik ajtón vezetik be a kislányukat, kisfiúkat magyar iskolába vagy többségi iskolába. Mi most arra törekszünk az ottani partnereinkkel, az óvónőkkel, a pedagógusokkal, azzal a hálózattal, amivel a Rákóczi Szövetség ott rendelkezik, hogy lehetőség szerint megtaláljuk azokat a családokat, ahol magyarul beszélő gyermek él és iskola kötelessé válik, és megpróbáljuk elmondani nekik, hogy egy ilyen eszköz is rendelkezésre áll ahhoz, hogy a gyermekük eljusson a magyar iskolába, hogy nem kénytelen a szülő egy közelebbi többségi iskolát választani, csupán azért, mert a magyar iskola távolabb van, és igazából mi szeretnénk megoldani azt a helyzetet, hogy a közlekedés és a távolság az ne legyen akadály. A gyermeket gyakorlatilag háztól az iskoláig szeretnénk szállítani minden reggel és minden délután, annak érdekében, hogy ő megmaradhasson magyarnak, ne vesszen el a magyar nemzet számára, és egy értékes tagja tudjon lenni a felvidéki szlovákiai társadalomnak. Hogy látja, elnök úr, ez a program, meg majd beszélünk másokról is, mert volt itt óvodafejlesztési program is, hogy a magyar közösségen belül a kapcsolatok szorosabbra fűzése is lehet a célja ennek? Hiszen a osztálytársa, a pattársa előttem ül, mögöttem ül, hát mindenki magyar, legalábbis magyar anyanyelvű, vagy hogy az édesapja magyar, és mégis akkor egy idáig nem találkozhattak, most viszont egy osztályba járnak. Igen, másrésztről pedig a biztonságot is szolgálhatja ez az új buszhálózat, hiszen a szülő tudja azt, hogy a gyermeke, a kisgyermeke, a 6-7-8 éves gyermeke egy olyan közlekedési eszközzel utazik iskolába, amin a társaival megy, ami biztosan oda viszi őt az iskolához, és amire szerkesztő úr is utal, hogy a közösség
azokban a szórványrégiókban, ahol ezek a buszok elindulnak és megpróbálják összegyűjteni a magyar családok gyermekeit, az egy közösséget is kovácsol a gyermekek között is, a szülők között is, és ha számosságban is többen lesznek, többen vannak, akkor az a önbecsülésüket, az identitáshoz való kötődésüket is jobban tudja erősíteni. Lépjünk tovább, a Rákóczi Szövetségnek milyen programjai lesznek ebben az évben, mindjárt vége a januárnak, talán induljunk, évkezdet van még mindig. Ha még megengedi egy pillanatra visszakanyarodnék a Felvidékre, hiszen ott ugye nemrégiben jöttek nyilvánosságra azok a számok, amik a népszámlálásra vonatkoznak, egy évvel ezelőtt Szlovákiában népszámlálást tartottak, és hát ennek a népszámlálásnak a számai a vártnál talán jobbak, talán nem volt akkora a csökkenés, mint amit sokan vártak, és van egy reménykeltő híre mellett, hogy 312 kisgyermekkel többet számoltak össze a hivatalos statisztikákban a magyar iskola kezdők között idén szeptemberben, és nem csak az abszolút szám növekedett, hanem az arányszámok is azokban a járásokban, ahol a magyarok élnek, mint egy 3%-kal, ami azt mutatja, hogy igenis van hite az ott élő közösségnek, hogy van egyfajta trendváltozás, és egyre többen hiszik el azt, hogy a gyermekük érdekében megtett döntés a magyar iskola irányába az egy fontos dolog, és hát reméljük, hogy ezek az iskolabuszok is, amiről az imént beszéltünk, hozzá tud mindehhez járulni. És az, hogy ezekről a jó hírekről beszélhetünk, én azt gondolom, hogy elsősorban az ottani közösségnek, az ottani óvónőknek, az ottani pedagógusoknak, az iskolákat fenntartó önkormányzatoknak egy nagy érdeme, és nem utolsó sorban annak a kisugárzásnak is, ami Magyarországról érkezik, lelkisikon, illetve anyagi támogatások vonatkozásában. Én azt gondolom, hogy ez egy visszaigazolása annak, hogy a magyar nemzetpolitikának van eredménye, és megfogható számokban is kimutatható ez. És még az iskola kezdők számára visszatekintve mi megvizsgáltuk azt is, és itt hivatalos számokat próbáltunk egymás mellé tenni, hogy 2010 óta hogy állunk az iskola kezdőket illetően, és ott is az látszódik, hogy stabilizálódott a helyzet, tehát sem az arányok, sem az abszolút számok nem csökkennek, és ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog a tekintetben, hogy merjen előre nézni ez a közösség, és hinni abban, hogy a magyarságuk, a magyar kultúra és a magyar nyelvnek a megtartása az egy fontos dolog. Akkor egy pár szót a programokról, még annyi időnk van. Nyilván ambiciózus programokkal készül a Rákóczi Szövetség idén is a támogatói bizalmátnak köszönhetően. Mi reméljük azt, hogy az idei évben már egy szabadabb évünk lehet, ahol minél több személyes találkozásra kerülhet sor. Mintegy 80 programot tervezünk az idei évre is, ami reményeink szerint legalább 100 000 embert, fiatalokat érhet majd el. Itt a diákutaztatástól, a nyári táborokon át, a különböző emlékünnepségekig, a vetélkedők, a tanárdiák konferenciák mellett nagyon sok minden szerepel. És hát van egy jó hírünk, hogy március 27-én reményeink szerint a nagyságos fejedelem születésnapján a Sátoraljaújhelyi Rákóczi tábor kibővül egy sportkomplexumon, amit át tudunk adni, és bízunk abban, hogy ez a hely is, ez a bástyája a Rákóczi Szövetségnek ott Észak-Kelet-Magyarországon, Rákóczi földjén, ezzel kibővülve még inkább tudja majd szolgálni azokat a fiatalokat, úgy a magyarországiakat, a külhoniakat, vagy akár a diaszpórából érkezőket, akik eljutnak ide, és majd találkoznak egymással. Elnök úr, köszönöm szépen! Én köszönöm a lehetőséget!